Maga a film nekem is újdonság volt. Olyan képeket, képsorokat tartalmazott, amikkel nem találkoztam még én sem. Tehát egészen új oldaláról láthattuk szerintem az 56-os forradalmat ebben a dokumentumfilmben. A képi megjelenítés nagyon fontos. Ma a mai korosztályok, azok a diákok, akik én a gimnáziumi korosztályt tanítom, akik bekerülnek az iskolapadba, nekik nagyon-nagyon fontos az, hogy konkrétan lássák azt a történelmet, ami megfogható, és az, hogy ezt meg lehet nekik mutatni, nem csak beszélgetni lehet róla órán, hanem vizuálisan is látják mindezt. Ez azt gondolom, hogy ez nélkülözhetetlen is nagyon fontos. A hajnali órákban minden irányból a szovjet páncélosok gördülnek végig a főváros utcáin. A szabadságharcosok hirtelen szervezett ellenálló gócokat létesítenek. Ezzel együtt nagyon jól rá lehet vetíteni olyan dolgokra is, amikre egy diák nem igazán gondol. A hétköznapisága, az, hogy embereket érintett, magánembereket, hogyan érintett maga a forradalom, és szerintem ez a dokumentumfilm ez nagyon-nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy például ezt is felhasználva használjuk az oktatásban. Egy lövés, kész. Nem kettő, nem három. Egyel. Ha nem lövődnek egyel, az már nem érvényes. Vilmos, az az ember, akiről mindenki látja, hogy mindent tud, és ő mégis úgy viselkedik, mintha nem tudna semmit. Állandóan keres, állandóan kutat, állandóan kíváncsi, de közben a tekintetében ott van a megnyugtató mosoly, hogy bízd rám magad, mert jó kezekben vagy. Óriási ajándékának tartom az életnek, hogy részem lehetett ebben a filmben. Egyrészt, hogy Vilmossal megismerkedhettem, és azóta egy fantasztikus emberrel gazdagodott azoknak a csapata, akikre én fölnézhetek. Úgy kezdődött, hogy oda mentem hozzá, és megkérdeztem, hogy milyen praktikus tanácsokkal lát el, hogy hogyan legyek én jó a felvételen, és azt mondta, hogy te csak tedd azt, amit úgy érzed, hogy tenned kell, én majd lefotografálnak. Ennyi volt mindez. Ennyi volt, és onnantól kezdve csak ilyen kis mosolyok, amikben megegyeztünk abban, hogy rendben volt.